Erős Magyarország nem létezhet erős honvédség nélkül, amely mindenkor kész és képes garantálni hazánk, honfitársaink és szeretteink biztonságát. Ezért 2022-ben tovább haladunk a haderőfejlesztés megkezdett útján. Történelmi pillanathoz érkezünk, hiszen a haza védelmére fordítható összeg jövőre átlépi a soha nem látott 1000 milliárd forintot. Ennek a költségvetési támogatásnak csak nem felét fejlesztésekre és beruházásokra fordítjuk, melynek középpontjában a hazája iránt elkötelezett katonát állítjuk. Célunk, hogy ezt a magasztos hivatást minél több fiatal vállalja, és minél több önkéntes tartalékosunk legyen. A haditechnikai eszközök beszerzésén és a honvédség létszámának bővítésén túl korszerűsítjük, komfortosabbá tesszük katonáink elhelyezését. Segítjük a magyar hadipar újjáélesztését, amely nem csak biztonságunkat növeli, de munkahelyeket is teremt. Tesszük mindezt azért, hogy a magyar honvédség mindig, minden körülmény.